láttad, hogy te részt vettél a Nagy Duett első évadában, nem volt ilyen nosztalgikus érzés most? Én nem tudom, tehát azért nekem mindig egy nagyon erős feladat volt, hogy énekeljek, úgyhogy én nekem az nem hiányzik, hogy színpadon álljak és dalokat adjak elő. Így nagyon jól éreztem magam, hogy műsorvezető itt lehettem, szeretem ezt a műsort, de köszönöm szépen, nem akarok szívinfarktust kapni, tehát én nem vagyok énekes, tehát se, akkor se, hogyha épp mit tudom én, ezt erőltettem egy évvel ezelőtt. Tehát egy játék, amiben én is részt vettem, úgyhogy nem, válaszom, az nem, jó nekem így, hogy műsorvezető vagyok. És te így, ahogy végülis belső szemmel láttad, akkor mit gondoltál, vagy mit tanácsoltál, hogy azt fog nyerni, aki inkább a poénra viszi, vagy aki maximalizmus és tényleg az éneket akarja megmutatni? Hát a sose árt, hogyha készül az ember. Szerintem, tehát persze, hát azért jónak kell lenni, de amúgy meg a felszabadultság a legfontosabb. Tehát hogyha az a lényeg, hogy valaki merje, vagy tudja átadni magát annak a dalnak, vagy nem is a dala fontos, hanem egyszerűen a színpadnak. Most Katinka panaszkodott a Mókkában egyik reggel, hogy ugye ők nem kapnak 10 pontot, el volt eléggé kenődve. Mit gondolsz, hogy kellett neki a 10 pont ahhoz, hogy túllendüljön és ezt megnyeri? Hát... Nem tudom, mert rengeteg szavazat érkezett, amiből az következik, hogy nagyon sokan szavaztak a Katinkáékra. Tehát ők minden téren nyertek. Tehát ők egy olyan páros voltak, akik szerintem nem a legjobban indultak ebben a mezőnyben, nem is voltak kiugróak. De valahogy hétről hétre egyre erősebbek lettek, és gyakorlatilag ugye itt a Kökény Attilánál van egy csodálatos muzikalitás, egy csodálatos hangjadottság, amihez párosult a Katinkának is a elég jó, meg szóval nagyon jó ének tudása, és a lendülete, a mindent elsöprő gátlástalansága. Tehát egyszerűen Katinka az tényleg egy ilyen tűzgolyó, ami így fölperdül a színpadra, és onnantól kezdve nem gondolkozik, és ez jó. Tehát a színpadon ezt így kell. És így végezetül így tippeltétek? Vagy legalább a végén a háromból? Nem, én azt gondoltam, hogy a Lakatos Márkék fogják megnyerni, vagy azt is gondoltam, hogy a Szabó győzőjék. Én arra gondoltam, hogy a Katinkáik a harmadikok lesznek. Úgyhogy... A nézők eldöntötték. Attila, köszönöm szépen!